Nagy szeretettel köszöntelek benneteket ennek a nagyon melegnek induló napnak a reggelén, amikor még elviselhető. Úgyhogy itt nyugodtan mindenki most helyezze kényelembe magát. Itt vagyunk a legjobb helyen. Szeretettel köszöntöm vendégeinket, akik a mai csendes napot mind a négy helyszínen koordinálni fogják, és gondoskodnak arról, hogy valóban lélekben épüljünk és gyarapodjunk. Három missziós társaság van jelen közöttünk, majd részletesebben nagy tiszteletű úr be fogja mutatni, ő, aki mellette már dr. Dobos Ágoston, Békés Szent Andrási lelkipásztor, a Békési Református Egyházmegye missziói előadója, és ő fogja végezni az igehirdetés szolgálatát is. Az iskolai csendes nap azt jelenti, hogy mielőtt elkezdődne a tanév, szívünkben, lelkünkben egy pillanatra csendesedjünk el. Vegyünk egy lelki lélegzett vételt szívünkben, és utána indulhatunk neki a tanévnek. Természetesen ez nem olyan könnyű, a mai világban sokszor nehéz elcsendesedni, de hiszem, hogy egy rövid elcsendesedés is óriási erőt jelenthet, amikor az Isten szent lelkét engedjük, hogy szívünkbe, lelkünkbe áradva vigyen bennünket tovább. Erre ad lehetőséget ez a csendes nap. Helyünkön maradva imádkozzunk. Ami segítségünk és Isten tiszteletünk, évkezdésünk, tanévünk, megáldása, megszentelése jöjjön tőled, Urunk, aki Atya, Fiú, Szentlélek, teljes szent háromság, egy örök, igaz Isten vagy. Jézus nevében kérünk, hallgass meg minket. Amen. Csodálatos egy ilyen teletemplommal, egy ilyen gyerek szájakkal is megerősített Amen Isten tisztelet és imádság kezdéssel itt lennünk. Köszönjük, hogy a vendégeitek lehetünk, és segíthetünk benneteket abban, hogy egy nagyon jó évkezdés induljon, és mindenki nagyon jó kedvel, szeretettel és hittel folytathassa ezt az évet. Egy énekkel kezdjük a mai istentiszteletet. Én úgy hallottam, hogy ezt az éneket mindenki ismeri, a kicsik is, és a nagyok is, úgyhogy hegedűs előjátékot fogtok hallani, ez alatt ki lehet találni, hogy melyik ez az ének, aki esetleg nem találná ki, majd utána a kivetítőn a szöveget is láthatja, és egy szívvel, egy lélekkel énekelhetjük. Kívánom, hogy mindig örömmel gyertek ide az Isten házába, ami nagyon nevezetes hely, hiszen itt az Isten ígéje, a Biblia hirdettetik, és éppen ezért énekelhetjük csodálatos orgonás kísérettel, megáll az Istennek ígéje. Add mennyei atyátok szent lelket azoknak, akik kérik tőle. És ha mi kérjük Isten szent lelkét, akkor ő megadja, és valóban így mondhatjuk, hogy akkor bennünk lakozik a Szentlélek. Minden reggel egy új alkalom arra, hogy hálát adjunk. Még az iskola kezdést is lehet hálával kezdeni, úgyhogy azt kérem, hogy nem csak most, hanem minden reggel adjunk hálát Istennek. Énekeljük hála, hogy itt a csendes reggel. Hegedűs bevezető után énekeljük majd együtt.
amikor hálát adunk, akkor Istennek mondjuk azt, hogy köszönöm, dicsérem a nevedet. És dicsérhetjük Istent reggel, este, délben, éjszaka is, ha felébredünk. Erről szól a következő énekünk, amit Horváth István barátom fog megtanítani nektek. Énekeltünk ismerős énekeket, legyen egy kis új is, hallgassatok egy új éneket, és reméljük, hogy be tudtok kapcsolódni. A szövege az ki lesz mindjárt vetítve. Úgy van, hogy dicsérem az Urat kora reggel, dicsérem este, dicsérem az Urat minden időben orcáját keresve. Imádom az Urat szívem mélyén, csak őt dicsérem, imádom az Urat teljes szívből a gyülekezetében. És a refrénye pedig az, mert nagy az Úr kegyelme, mindent fölér, ő meghalt a kereszten a bűnömért. Próbáljátok meg, majd bekapcsolódni, amikor úgy érzetek, hogy tudjátok már. Dicsérem az Urat, kora reggel, dicsérem este. Dicsérem az Urat minden időben, orcáját keresve. Imádom az Urat szívem mélyén, csak őt dicsérem. Imádom az Urat teljes szívből, a gyülekezetében, mert nagy az Úr kegyelme, mindent fölír, ő meghalt a kereszten a bűnömért, mert nagy az Úr kegyelme, mindent fölír, ő meghalt a kereszten a bűnömért. Dicsérem az Urat kora reggel, dicsérem este. Dicsérem az Urat minden időben, orcáját keresve. Imádom az Urat szívem mélyén, csak őt dicsérem. Imádom az Urat teljes szívből a gyülekezetében, mert nagy az Úr kegyelme, mindent fölír. Ő meghalt a kereszten a bűnömért, mert nagy az Úr kegyelme, mindent fölír. Ő meghalt a kereszten a bűnömért. Próbáljuk meg együtt! Dicsérem az Urat kora reggel, dicsérem este. Dicsérem az Urat minden időben, orcáját keresve. Imádom az Urat szívem mélyén, csak őt dicsérem. Imádom az Urat teljes szívből a gyülekezetében, mert nagy az Úr kegyelme, mindent fölír. Ő meghalt a kereszten a bűnömért, mert nagy az Úr kegyelme, mindent fölír. Ő meghalt a kereszten a bűnömért. Most csak a refrény gitár nélkül. Mert nagy az Úr kegyelme, mindent fölír. Ő meghalt a kereszten a bűnömért. Mert nagy az Úr kegyelme, mindent fölír. Ő meghalt a kereszten bűnömért. Köszönjük szépen István ezt a nagyon szép éneket. Fennállva hallgassuk meg Isten igéjét megadva. Isten igéjének a tiszteletet, hiszen így énekeltük, megáll az Istennek igéje. Hallgassuk meg Isten igéjét, amelyet a mai napi bibliaolvasó kalauz szerinti részből olvasok, Márk evangéliuma 10. részéből, a 13. verstől a következőképpen.
arra kérek mindenkit, hogy jó alaposan figyeljen, mert figyelempróba, tudáspróba kérdéseket fogok utána föltenni, és ha most jutalmat nem is tudok érte adni, de mindenkinek egy jó érzése lehet, hogy tudott felelni a tudáspróba, figyelempróba kérdésekre. Ekkor kisgyermekeket vittek hozzá Jézushoz, hogy megérintse őket. A tanítványok azonban rájuk szóltak. Amikor ezt Jézus észrevette, megharagudott, és így szólt hozzájuk. Engedjétek hozzám jönni a kisgyermekeket, és ne tiltsátok el tőlem őket, mert ilyeneké az Isten országa. Bizony, mondom néktek, aki nem úgy fogadja az Isten országát, mint egy kisgyermek, semmiképpen sem megy be abba. Ekkor átölelte, és kezét rájuk téve, megáldotta őket. Eddig olvastam Isten írott igéjét, foglaljuk el helyünket, és figyeljünk arra, hogy milyen lelki útravalót ad nekünk Isten az ő szent lelkén és a prédikáción keresztül, hiszen ennek az iskolának egy nagyszerű különlegessége az, hogy a tanórákat, a tanévkezdést egy ilyen lelki nappal kezdhetjük. Mint egy lelki alapozásként, egy lelki felszálló pályaként indulhatunk neki ennek az új tanévnek, amely olyan sok érdekességet, különlegességet, és ki tudja, miket rejt még magában. De ha Isten kezét fogva indulunk, akkor biztos, hogy ez egy nagyon jó év lesz. Az első kérdésem, kíváncsi vagyok, hogy magukban hányan tudnak rá felelni. Hányféle akarat szólalt meg itt, ebben a rövid kis bibliai részben? Hányféle akarattal találkozunk? Hát egy kis magányos gondolkodás után megmondom, én hármat fedeztem fel. Az egyik a szülőknek, a hozzátartozóknak az akarata volt, akik oda vitték Jézushoz a gyermekeiket. Aztán a másik akarat, a tanítványok akarata, akik rájuk szóltak, a szülőkre, azt ne zavarjátok a mestert. És harmadik pedig Jézus akarata, aki nagyon is akarta, hogy az gyerekeket hozzávigyék, és megharagudott azokra, akik ezt nem akarták. És ahogy elgondolkoztam ezen a három akaraton, eszembe jutottatok ti, titeket is a szüleitek hoztak ide ebbe az iskolába, azokat a gyermekeket se kérdezték meg, hogy akarsz Jézushoz jönni? Hanem a szülők nagyon jól tudták, hogy Jézushoz érdemes vinni. Jézusnál jó helyük lesz. Ott valami nagyon jót kaphatnak. És a ti szüleitek is, meg az államvezetők is nem kérdeztek meg titeket, hogy akartok-e iskolába járni. Mi a véleményetek, hogy kell-e szerintetek olvasás, írás, matematika, biológia, hanem egész egyszerűen ez kötelező. Ide hoztak benneteket, de egy ilyen különleges iskolában, ahol Isten tisztelettel kezdődik a tanév, egy ilyen iskolában, ahol hittanórák vannak, egy ilyen iskolában, ahol szabad bibliaórákat tartani, ahol lehet Jézusról beszélni. Amikor én annyi idős voltam, mint ti, akkor tilos volt Jézus nevét, Isten nevét megemlíteni az iskolába, és kirúgták az igazgatót, hogyha netalán ilyet megengedett. Nem is beszélve, hogy megszégyenítették a diákokat, hogyha Jézusról beszéltek. Ez egy nagyszerű iskola, itt Jézushoz lehet jönni, és amikor a ti szüleitek ide beirattak, akkor azt akarták, hogy ti valami nagyon jó helyen tanuljatok. Mert még a matematikát, a magyart, a biológiát, a történelmet és minden egyéb tantárgyat jobban lehet tanulni egy olyan környezetben, ahol Jézus van a közelben. Éppen ezért becsüljétek meg nagyon ezt az akaratot, amely benneteket ide segített. És ne zúgolódjatok, ne mondjátok azt, hogy minek nekem iskolába jönni, minek itt ez az egyháziskola. Higgyétek el, ez egy nagyon jó hely. A másik akarat, a tanítványok akarata, amelyik azt mondta, hogy ne zavarjátok a mestert, nem kell itt a gyerekeket most idehozni. És képzeljétek, hogy mind a mai napig vannak ilyen akaratok, amelyik megpróbálják távol tartani
a gyermekeket, a fiatalokat, az ifjakat Jézustól. És azt mondja, nem kell már olyan sok mindent tanultak, még ilyen vallásos dolgokkal nehezíteni a szívüket, lelküket. Vagy pedig azt mondani, hogy nem kell olyan hangosan imádkozni, nem kell olyan buzgón a Bibliát olvasni, nem kell annyit a szent dolgokra figyelni. De a Bibliából látjuk azt, hogy ez nem Istennek tetszik. És sokszor ezek a hangok még egészen közelről is jöhetnek. Hát nem a farizeusok, nem az ellenség, Jézus ellenségei jöttek oda, hanem maga Jézus tanítványa, akik valahogy nem éreztek még rá annyira Jézus mesteri szívére. És az óvó intés minden felnőttnek, hogy mi ne ilyenek legyünk, akik nem akarjuk közelbe engedni gyerekeket Jézushoz, hanem olyanok, pontosan ellenkezőleg, akik nem kiábrándítjuk a gyerekeket a hitből, az életünkkel, a tanításunkkal, a szavainkkal, hanem közel hozzuk őket, hogy mi valóban a mester szíve szerint gondolkodjunk. És gyerekek, ti is, hogyha látjátok, hogy valamelyik diáktársatok közelíten a szívében, lelkében Jézushoz, akkor engedjétek, segítsétek, és ne távolítsátok el. És a harmadik lelki akarat pedig Jézus akarata volt, aki megharagudott azokra, akik távol tartani akarták a gyerekeket tőle, és azt mondta, hogy engedjétek hozzám jönni a kisgyerekeket, és ne tiltsátok el őket tőlem, mert ilyeneké az Isten országa. Ilyen csodálatos Jézusunk van, aki azt akarja, hogy mi az ő közelségébe növekedjünk, és engedjétek, és akarjátok, hogy ti is az Úr Jézus közelségébe növekedhessetek fel. Még egy másik kérdést is szeretnék föltenni, egy figyelempróba kérdést, mielőtt befejezem. A három akarat mellett három mozdulat is ott szerepelt ebben a mostani igében. Ugye három akarat, a szülők akarata, a tanítványok akarata és Jézus akarata. És mi volt az a három mozdulat, amit itt az előbb olvastunk? Jézus Krisztus három mozdulatát jegyzi fel az ige. Vajon hányat tudnál felsorolni? Jézus először is a gyerekeket átölelte. Aztán a kezét rájuk tette, és megáldotta őket. Érdemes elcsodálkozni ezeken az apró mozdulatokon, mert ezekben az apró mozdulatokban óriási szeretet van. Jézus Krisztus átölelte a gyerekeket. Bizony, egy-egy érintésnek milyen nagy ereje van. Átölelő kar. És eszembe jut az Úr Jézus kitárt karja a kereszten, ahogy énekeltünk, hogy ő életét adta mi bűneinkért a kereszten, kitárta a kezét, engedte, hogy oda szögezzék, a mi bűneinkért meghalt, hogy bennünket megváltson, és aki hisz ő benne, annak örök élete van. És ez a kitárt kéz ölelte át a gyerekeket is. Akár becsukott szemmel, akár nyitott szemmel, de gondoljatok erre az Úr Jézus Krisztus, aki ma és mindig ugyanaz, és aki benneteket is kész átölelni. Lehet ennél csodálatosabb egy jézusi ölelés? Milyen jól eshetett ez egy kisgyermeknek is. De hiszem, hogy egy komoly tinédzsernek, aki már lassan az egyetem felé ballag, annak is egy jézusi ölelés. A legnagyobb szeretett ölelés, amelyik életét adta érted. Csodálatos bátorítás lehet, és erre gondolj az év nehéz próbáiban. Jézus második mozdulatával kezét rájuk tette. Milyen csodálatos lehetett Jézus érintése. Ő meg tudta érinteni a leprás beteget is. Amikor márciusban, Nepálban egy lepra kórházban voltam, majd erről fogok beszélni abban a csoportban, ahol én is fogok ma szolgálni, sokan utána megkérdezték, hogy nem féltél bemenni a leprás betegek közé? Hát elmondtam, hogy én már nem féltem, mert ott már gyógyszert kapnak a leprás betegek. De amikor Jézus Krisztus megérintette a leprás beteget, akkor nem kaptak gyógyszert, de Jézus Krisztus érintése erősebb volt minden fertőzésnél és betegségnél. És Jézus Krisztus a legnagyobb baráti szeretettel
Isteni szeretettel érint meg most is bennünket. Milyen jó egy anyai érintés, milyen jó egy apai érintés, milyen jó egy, amikor egy barát megérinti a válladat. Engedd, hogy Jézus Krisztus ma is természet fölötti csodálatos módon megérintsen téged. Kezét rád tegye. Akkor is, amikor tanulsz, akkor is, amikor esetleg egy rossz jegyet szerzel, és akkor is, amikor esetleg fejedbe száll a dicsőség, mert valami nagyon jó jegyet vagy dicséretet kaptál. És végül engedd, hogy ez a megérintő kéz téged is megáldjon. Mert Jézus Krisztusnak az érintése, engedd, hogy rajtad legyen. De abban az érintésben egy erő árad ki. Amikor Jézus Krisztus megérintett valakit, ott imádkozott Jézus Krisztus. Azt kérte, hogy Isten mennyei ereje hassa át azokat a kisgyermekeket is. Manapság is vannak, akik próbálkoznak ilyen erő átvitelekkel, mindenféle okult és tilos és káros módokon. De aki az Úr nevét hívja segítségül, az megtartatik. És Jézus Krisztus, amikor megérintett, akkor ő Isten erejét kérte a gyerekek életére. És ez ma is lehetséges valóság. És engedd, szívedben, lelkedben kérjed, hogy ő áldjon meg téged. Hát így kívánok nektek egy csodálatos új tanévet, egy ilyen lelki alapozással, egy ilyen lelki felszálló pályával, hogy szívetek, lelketek Istennel szárnyaljon. Emlékezzetek erre a három akaratra, és vonjátok le a tanulságot. A tanítványok akaratára, a szülők akaratára, Jézus akaratára. És engedjétek, hogy az a három jézusi mozdulat, az a három jézusi kézmozdulat, az bennetek is, a ti életetekben is valóság legyen. Aki átölel titeket, kezét rátok teszi, és megáld benneteket, ha erre készen vagytok, és szíveteket oda ajánljatok Jézusnak. Imádkozzunk! Helyünkön maradva imádkozzunk. Menj, édesatyán, köszönjük neked ezt az új évet, köszönjük a mögöttünk levő csodálatos nyári szünetet, és köszönjük, hogy jó helyre hoztál bennünket, hiszen itt a te közelségedben tanulhatunk Jézus Krisztus. Kérünk, hogy távolíts el minden olyan akaratot, amely el akar távolítani bennünket tőled, és add, hogy mi neked adjuk magunkat teljesen, Jézus Krisztus. Ölelj át bennünket, tedd ránk a te kezedet, és áldj meg bennünket. Amen. Fennállva mondjuk az úri imádságot. Mi, atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mind örökké. Amen. Kérjük és fogadjuk Isten áldását, ami Urunknak, Jézus Krisztusunknak kegyelme, Istennek, ami atyánknak szeretete és a Szentlélek közössége legyen és maradjon veletek. Amen. Foglaljuk el helyünket, és énekeljük el még egyszer azt az éneket, megáll az Istennek igéje, hiszen az Isten igéje, a Biblia szava az, ami örökké erősen vezet bennünket. Kedves gyerekek, kedves tanárok, kedves gyülekezet, most pedig szeretnénk bemutatkozni. Mi vagyunk a ti vendégeitek, és azt az ajándékot kaptuk, hogy a mai csendes napot mi segíthetjük, mi vezethetjük.
egy álmom vált valóra, amikor most különböző missziós társaságoknak a képviselői állhatnak itt, azt, hogy ők pontosan kik és mit csinálnak, majd ők maguk fogják elmondani. Átadom akkor a szót barátaimnak, társaimnak. Szeretettel köszöntök én is mindenkit, nagy öröm itt lenni, és különösképpen szeretettel köszönöm az elsősöket itt, akik életükben most először vannak talán így, hogy iskolába készültek, és az utolsó végző évfolyamokat is, mert nagyon-nagyon szuper éveli állnak, előtt állnak, és tavaly én is egy ilyen nagyon különleges év előtt álltam, ugyanis engem Lőrinc Zsanettnak hívnak, de csak Zsankának kell szólítani, amúgy, ha meglátok valahol, nyugodtan tegezhettek. 23 éves vagyok, és a tavalyi évemet a Liebenzelli misszióban, Németországban töltöttem ifjúsági misszionáriusként. És majd későbbiekben erről fogok majd beszélni nektek, hogy mit is csináltam ott. Ez a missziói szolgálat, amit én csináltam, fiatal gyerekekkel, és egészen tinikkel történt. Nagyon sok mindent csináltunk, workshopokat, tehát különféle kézműves foglalkozásokat, sportolásokat tartottunk, és mindezt összekötöttük áhítatokkal. Valamint voltunk nagyon sok konferencián, és ezen kívül például menekült otthonokban is szolgáltunk, de majd akikhez megyek, ők majd bővebben fognak erről hallani, és nagyon örülök, hogy itt lehetek. Sziasztok, az én nevem Szűcs Laura, és a Weekly Bibliafordítók szervezetét képviselem. Nem tudom, hogy mennyire értékelitek azt, hogy kezünkben van magyar nyelven a Biblia. Ezt nem sokan mondhatják el, ugye sokan elmondhatják, de még mindig közel 2000 nyelven nem létezik Biblia. És ez a szervezet azért dolgozik, hogy mindenki ezzel juthasson Isten igéje, mert megáll Isten igéje, ahogy énekeltük korábban. És ebben a szolgálatban szeretnék veszek részt, hogy tényleg mindenki ezzel juthasson, és mindenki a saját anyanyelvén olvassassa Isten igéjét. Most lett szeptember végén, úgy néz ki, hogy Dél-Ázsiába fogok menni, hogy ebben a szolgálatban részt vegyek, és erről fogok majd beszélni. Szeretettel várok benneteket. Sziasztok! Esa vagyok, Finn vagyok. Missius Bus Sofera, but I don't speak really Hungarian. I work with the missions bus in different countries in Eastern and Central Europe. Eszának hívják, Finnországból érkezett, és egy missziós busznak a vezetője, és Közép-Európában, illetve Kelet-Európában 8-9 országban mozog ezzel a busszal, és mindig egy helyi OMS team kíséri őt, Moldovába, Romániába, Ukrajnába, Lengyelországba, ezekbe az országokba, és akkor ő a busznak a vezetője, és ott különböző missziós tevékenységeket folytatnak, a bábozástól elkezdve a zenekarig, az előadásokig, mindenfélét. Mi hárman az OM-től jöttünk, és akkor most majd a végén én is bemutatkozom. Sziasztok, Csernu Zsolt vagyok, az OM munkatársa vagyok. Ez az OM, ez egy amerikai missziós szervezet, Operation Mobilization, nemzetközi szervezet, körülbelül 110 országban van ez a misszió. Hát sok mindennel foglalkozunk, ezt majd szeretnénk konkrétan bemutatni nektek az előadásunkban. És nagyon köszönjük, hogy meghívtatok minket. Sziasztok! Igen, tehát nem amerikai, hanem nemzetközi. A vezetője például ázsiai jelenleg, Lawrence Tong. És engem Horváth Istvánnak hívnak. Zsolti azt nem tudom, hogy mondta-e, hogy hajón volt ő a családjával. Ja, nem akarta lelőni a poént, én lőttem le. Igen. Én pedig az alsósoknak fogok az egyik iskolába Indiáról beszélni, aztán pedig a gimnazistáknak, hát tehát úgyis 8-tól 13-ig leszek együtt, akkor pedig az üldözött keresztényekről fogunk majd beszélni. Köszönjük szépen, a mai nap folyamán még bőven fog mindenki a saját izgalmas munkájáról beszélni. Egy nagy közös van mindannyiunkban,
az Úr Jézus Krisztus szeretete és az ő neki való engedelmesség. Hiszen mit is mondott Jézus Krisztus? Menjetek, tegyetek tanítvánnyá minden népet. Amikor én óvodás voltam, hogy a lelkész nagypapám tanított engem már a bibliai dolgokra, és emlékszem, hogy az egyik óvodás társamnak beszéltem hitbeli dolgokról, és amikor bementem, akkor az óvónéni odahívott, és azt mondta, hogy Ágoston, ilyet itt nem szabad mondani. Aztán eltelt nagyon sok idő, és én valóban Jézusról nem beszéltem másoknak. És aztán nagy sokára kezdett felébredni bennem az, hogy hát mit is mondott Jézus? Hogy tegyetek tanítvánnyá minden népet. Ez azt jelenti, hogy igenis nekünk az a dolgunk, hogy másoknak is beszéljünk Jézusról. Hiszen ő egy nagy kincset adott nekünk, az örök élet kincsét. Aki hisz Jézusban, annak örök élete van. És milyen sokan nem ismerik még ezt itt Magyarországon és külföldön is. És milyen izgalmas dolog, milyen csodálatos dolog, hogyha elmegyünk egy ilyen útra. Biztos ti is szerettek menni osztálykirándulásra, vagy családi kirándulásra, de valaki sportkirándulásra szeret menni, vagy valamilyen kulturális kirándulás, amikor egy zenekarral, vagy egy színdarab, színházzal mennek el. De ennél még van egy másik lehetőség, ezeken kívül van még egy másik lehetőség is. A missziói út. Amikor azért mész el, hogy ott Jézus Krisztusról beszélj, és aki nem ismeri őt, annak segíts, hogy megismerje. Hát akik itt vagyunk, mind ebben vagyunk közösek, a misszióban, és szeretnénk, hogy ti is megérezzétek, milyen jó Jézus követni, és milyen jó őróla beszélni, úgy járni kellni, hogy tanítvánnyát tegyünk mindenkit. Köszönjük a figyelmeteket, és most pedig a hirdetések előtt még egy éneket éneklünk, te csak az Istennek országát keresd, és az ő nagy igazságát. A napi program egy szóban összefoglalva a misszió. A gyerekeknek úgy magyaráztam és hoztam közel a szívéhez, próbáltam közelhozni a szívükhöz ezt a kifejezést, hogy mindannyian szeretnek kirándulni, osztálykirándulásra, családi kirándulásra menni. Vannak, akik sportkirándulásra mennek, vagy kulturális kirándulásra, vagy színélődásra, vagy koncertre. Viszont a kirándulásoknak van még egy másik fajtája is, ez pedig a missziói kirándulás. Ez olyan út, amikor valaki azért megy el, mert komolyan veszi azt, amit Jézus Krisztus a Bibliában a szívünkre helyezett, hogy tegyetek tanítvánnyá minden népet. Valójában, ha mi belegondolunk Isten üzenetébe, ez egy óriási nagy kincs. Óriási nagy ajándék, hogy aki hisz a fiúban, Jézus Krisztusban, annak örök élete van. Milyen nagy kincset kaptunk. És ugyanakkor milyen sokan nem tudják, nem ismerik ezt a kincset. Ha valaki azzal az elhatározással indul el, imádsággal és Jézus Krisztussal a szívében, hogy ezt a nagy kincset szeretné megosztani másokkal, közelben vagy akár távolban, ez a missziói út. A missziótaknak rendkívül nagy színessége és óriási vívő ereje van, érdekessége. Most olyan vendégekkel jöttünk ide, akik a világ minden táján megfordultunk már, ilyen krisztusi missziói szándékkal, erről szeretnénk beszámolni, és ugyanakkor biztatjuk a diákokat, hogy legyenek ilyen Jézus Krisztus világosságát tovább adó diákok. Amit azt hallottuk, a különböző missziói ágakról lesz beszámoló. Elsőként a Libenceli misszióról, utána a Wycliffe bibliafordító misszióról, és aztán pedig az OM misszióról. Úgyhogy elsőként akkor a Libenceli misszióról hallgassuk meg a tájékoztatót. Sziasztok! Kuba! Én is szeretettel köszöntök mindenkit.
Engem Lőrinc Zsanettnak hívnak, de ha oda jönnétek hozzám, vagy kérdeznétek valamit, akkor légy szíves, hogy szólítsatok csak Zsankának. Mit kell tudni rólam? 23 éves vagyok, jövendőbeli konduktor tanító, mozgássérült gyerekekkel foglalkozom, illetve fogok foglalkozni. És a tavalyi évben Németországban éltem, a Libencei misszióval szolgáltam. Ezt a missziót, ahol én voltam a Libencei misszión belül, úgy hívják, hogy Impact misszió. És erről fogok nektek most egy kicsit beszélni, de mielőtt beszélnénk, szeretnék imádkozni.